Üdvözlök minden kedves nézőt, én Levi vagyok, és ez egy újabb videó, amiben megvan a 100 feliratkozó. Igen, megvan a 100 feliratkozó, tegnap este lett meg olyan, 8 óra körül, már 104-en vagyunk a csatornán, és egy ilyen kis összegző montázs videót megpróbálok nektek csinálni, de így még az elején beszéljünk is meg, hogy hogyan fejlődtem. Nos, voltak az első videóim kezdetben, amik ugye a Clash Royale első, második, illetve a csatorna kezdés. A csatorna kezdés 125-t láttátok, de az már nagyon régen volt. Aztán utána jöttek a Pokémon Go-s videók, illetve a Próbálj meg nem nevetni, és a Looper. Aztán 9 hónapja lett meg a 10 feliratkozó, és igen, az nem volt annyira ilyen összeszedett videócska, mert volt benne Pokémon Go is, meg egyéb tartalmak, de 10 feliratkozó, az mégiscsak 10 feliratkozó. Aztán utána jött a Clash Royale harmadik rész, illetve a kígyók, a Slither jó, hát már így visszanéztem így tegnap a videóim, és így elgondolkoztam rajta, hogy így miért nézni azt az ember, ahogy egy ember bénázik, és így meghal mindig, mert a kígyó megeszik. Aztán utána jött egy 4 hónapos kihagyással a Brock gameplay, az első Brawl Stars-os videó, ami hát olyan kb. Olyan 3000 kupán lehettem, azóta már 9000, de mindegy, ezt most hanyagoljuk is. És utána jöttek a Brawl Stars-os videók, Brawl Stars Piper, Frank, illetve a bandám az Avengers leaderével a Brawl Stars with Halo banda hirdetés, azt 130-en láttátok. Illetve amit megosztottatok, mert néztem itt a stúdióban, amit megosztottatok sokan, az a Have to Pay. Have to Play Crew. Igazából én is egy olyannak szerintem, hogy aki akarja, az megnézheti, és így igazából megoszthatja, stb. Úgy látszik, hogy bevált. Aztán utána jött a 8500 kupa és a rank 20 Frank. Az 60-an láttátok, az nekem így bőven jó egyelőre. És azt hiszem, hogy pont abban a videóban jött be az overlay is, a kezdetleges overlay. Nem tudom, hogy az nekem mennyire tetszett, hát kezdetleges, azt el tudom mondani. Aztán utána jött a Boldog Karácsony, új karácsonyi skinek, ugye a Brawl Stars-on belül, és 63-an láttátok, van benne felirat, azt most látom. Igazából csak egy ilyen szórakoztató videónak indult, 10 perc, 1 másodperc hosszú, és igazából annyi a lényege, hogy karácsonyi zenék vannak alatta, és hogyha jól emlékszem, akkor december 23-án vagy 4-én töltöttem fel. Aztán utána jött a Local 20 Box Opening, ugye Brawl Stars-on belül ismételten, 107-en láttátok, viszonylag gyorsan, tegyük fel, és igazából én teljesen meg vagyok vele elégedve. Azóta már visszacsúsztam egy jó pár helyezés, mert nem játszok, vagyis nem pusholok inkább a Brawl Stars-szal, úgy mondanám, de igazából játszok a Brawl Stars-szal ugyanúgy. Aztán utána jött az a videóm, hogy köszönöm 2 hete, 50 feliratkozó. Nem. 30 feliratkozó, igen, 2 hete 30 feliratkozó. Aztán mire feltöltöttem azt, hogy köszönöm, már meglett a 40, szóval így elég vicces volt a helyzet, de ez van.
Aztán utána feltettem azt a videót, hogy legjobb taktika a Big Game-ben, ugye Brawl Stars-on belül ismételten. Azt nem tekintitek meg annyian, de igazából feltettem, mert miért ne. Aztán utána jött a Leon, trippek és trükk. Tippek és trükkök, első rész, még akarok belőle csinálni ebből a tippek és trükkök sorozatból egy csomót. Az 95-en láttátok, és amit eddig a legtöbben láttatok, az a nyereményjáték hirdetés és a Tara gameplay. Azt elvileg 150-en, gyakorlatilag a YouTube stúdió szerint pedig már 400-an, szóval így kicsit bugos a rendszer, nem tudom, hogy melyiknek adjak igazat, de igen. Aztán utána itt a Phoenix Grove plusz overlay, akkor jött be a, hát a már jobb overlay, és azt 154-en, a YouTube stúdió szerint pedig 360 valamennyien láttatok, szóval ez is kicsit bugos, és utána itt az új intro, ez a ilyen kék színű intro, vagy hogy mondjam. You look different to me. Utána a nyereményjáték sorsolása, az 1 perc 10 másodperces, 88-an láttátok, amit Haló nyert, gratulálok neki, de már lecsengett, a Shelly OP a 116-an, most a YouTube stúdió statisztikákat nem mondok inkább, de azt is láttatok egy jó páran, jött a köszönöm hashtag 2 a 80 feliratkozóra, amit 3 napja töltöttem fel, és hihetetlen, de utána jött az, hogy ne higgyetek ennek, mert ugye feldobott nekem egy YouTube-on egy hirdetést, vagy reklámot, hogy ingyen gemek a Brawl Stars-ba, rekattintottam, és ugye arról csináltam videót én. Nem tudom, hogy miért diszlájkolták egyesek, de én csak ezt egy ilyen kedvességi videónak szántam. Aztán utána jött a Golderi Koset, örült minek. Akkor volt kb. Ilyen 91-2 feliratkozón, és akkor jött be az outro, ami remélem, hogy tetszik nektek, sokat dolgoztam vele. És utána jött, hogy ismét Big Game 23 órája. Akkor volt kb. Ilyen 95 feliratkozom, és rá 5 órára feltettem azt a videót, hogy játék a nyertese plusz Piper gameplay, és akkor lett meg a 100 feliratkozó, illetve most már 104. Illetve még nem említettem egyik videómban se, de remélem, hogy tetszik nektek ez a csatornának, ez a borítóképernyője, szóval ez egy Phoenix Grove, így felfelé mutat, és úgy felette így van, hogy levőszom kettő, remélem, hogy tetszik, illetve a fellét is, az nem bonyolítottam túl. Igazából eddig a YouTube szerint összesen 2790-en láttátok a videóim, és most van 104 feliratkozóm igazából. Most más bonyolultabb statisztikákat nem akarok mondani, szerintem inkább kezdjük is a munkást. Sziasztok! I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied.